Jó, oké. Na, egyébként annyi, hogy 10 perc múlva kezdés is van, úgyhogy csak tényleg pár percet tudunk beszélni, mert aztán utána Lali királynak meg föl kell huppanni a színpadra, jó? Úgyhogy ennyi az annyi, de ő is hal téged is, jó? Mert ilyen szia, megosztoztunk. Frankie. Szia, Frankie. Hello. Élő bejelentkezéshez készülődik a Rádió Fókusz két ügyeletes műsorvezetője a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokból, ahol óriási bulit szerveztek a rádió megalapításának 20. évfordulója alkalmából. Ha jól tudom, akkor már itt délóta zajlanak az előkészületek. Így van, üdvözlöm én is a Rádió Fókusz hallgatóit. Szia, Frankie! Valóban itt vagyunk mi már délelőttől, elkezdtük építeni a színpadot, hoztuk a hang- és fénytechnikát, délután beállás volt, aztán vártuk a fellépőket. Nos, pillanatokon belül Tabán István lép a színpadra, de most érkezett ebbe a pillanatba a Desperado is. Míg a színpadon népszerű fellépők szórakoztatták a közönséget, addig egy külön teremben a szerkesztőség volt és jelenlegi munkatársai találkoztak egymással. A beszélgetések során sűrűn felidézve a kezdeteket. Sokak számára volt újdonság, hogy a helyi rádió elindításának gondolata már a rendszerváltás előtt megfogalmazódott. De csak a 90-es évek közepére született meg a kereskedelmi sugárzásra vonatkozó jogszabályi háttér. A Művelődési Minisztériumnak volt egy osztálya, az engedélyezte ezeket. És akkor találtuk ki, hogy ezt meg kéne csinálni. De mivel azért óvatosak voltunk, kértünk előtte való évben, tehát azt hiszem, hogy 94-ben kértünk egy ideiglenes rádiósugárzási engedélyt. Ez 3 napig vagy 4 napig, mert Vaskor Pistát akkor ismertük meg. És ez egy néhány vatos adóval csak a városnak szólt. És rájöttünk, hogy ez nagyon jó dolog. De még mindig nem lehetett engedélyt kérni hivatalosan, kiírták utána a frekvenciákat. És akkor történt meg az, hogy mi ezt végig gondoltuk, megkértük és megkaptuk. Azért alapvetően mi odáig nagyon jól tudtuk, hogy adót hogy kell csinálni, hogyan kell abból szólni, milyen legyen a hangtechnika. De arról azért mi is, hogy mondjam, szóval igazándiból csak lesegettük, hogy is kéne itt valódi rádió, tehát a tartalomról kevés ismeretünk volt, tehát tanultuk. Albertnek volt egy jó háttere, mert ugye annak idején csinálta ezt a zenész világot, és elég jó összeilleszthető volt, hiszen itt is ugye arról szólt a kereskedelmi rádió, mint ahogy ezt hallottuk már előtte a Danubiusból, meg a Juventusból, hogy az arról szól, hogy itt azért nyomni kell rendesen a napi slágerzenét. Na most a 95-ös pályázat után ott már ugye egyértelműen arról volt szó, hogy az OIRT frekvenciára volt kiírva, akkor nyertük meg a mostani 100,4 megás frekit. Na most ehhez raktuk össze borzasztó primitív körülmények között, nagy szerencsével, mert jó kapcsolatunk volt a Vosola Gyurival, az akkori Juventus rádiós Vosola Gyurival, és ő a Siófokról leszedett cuccait gyakorlatilag ajándékba adta nekünk, a BEAC keverőtől kezdve, az az STM Magnum, amit látsz egyébként az irodában bent, ugye, azzal indult. Tehát akkor nem volt még, tehát CD lemezjátszóban nyomkodtuk, amit lehetett nyomkodni, manuálisan, abszolút manuálisan. Az STM, ugye a Studio Magnum, az volt a lelke ezeknek a dolgoknak. Na innen indult ki, aztán rájöttünk, hogy ez működik, tudjuk csinálni, hogy új hely kellene. Hát ez már az már következő rész. Hogy akkor a cirkuszba indítani egy rádiót, hogy nem csodálom, hogy csak egyedül van a Rádió Fókusz munkán megjelent? Nagyon sokba kerül. Tehát mögöttünk azért volt egy olyan anyagi háttér, hogy a Fókusz Unió Kft. Egy nagyon komoly építőcég volt, elsősorban a kábelépítőcég, és ott komoly nyereség volt. Sokat költöttünk rá, tehát most nem számszerű csemmesz, mert nagyon nagy összegek voltak. Tehát itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ez sima ügy, mert megcsinálom akár hokadli sarkán, nem lehet megcsinálni. Amatőr módon persze lehet, de profi stúdiót, profi rádiózást, ezt itt tudjátok legjobban, ott rajtatok múlik. Tehát aki beül oda a süketbe, azt csinálja a rádió. Mi csak a körülményeket biztosítjuk. Az első megszólalók között volt Vaskor István is. A 96. március 23-án induló adás kezdetben déltől 7-ig tartott műsorvezetőkkel.
A hírszerkesztés fontos eszköze volt még akkor a fax és a teletext, valamint a hangfelvevő, amellyel terepre is sűrűn mentek a szerkesztők. Mert ugye úgy kezdtünk, hogy déltől hétig és héttől éjfélig. Akkor még ugye nem hatkor kezdődött, és akkor tartott ameddig. És akkor még versenyeztünk is, kevesen voltunk műsorvezetők, hát ugye nagy csoda volt, és nem mindig jutott mindenkinek egy héten hely, mert ugye déltől hétig az eleve hosszú idő volt. És akkor mindig kikimaradt egy-egy ember, és akkor hát abból voltak ilyen hiúsági kérdések, mert ha már beszélgetünk, akkor ne felejtsük el, hogy az ősidőkben dolgozott a rádióban Séra Tamás, Megyeri Zsolti, Gajdár Hajnalka, Kovács Laci, Skoda Robi, aki ma Rónai Robi, Dániel Tamás, és azt hiszem, hogy jó magam. Ennyi volt az induló csapat. Három technikussal, Egresi Pityóval, aki sajnos az összes rádiós közül azóta egyedüli, aki eltávozott közülünk, Herceg Peti, és akkor akik segítettek technikusok, azok a Preisler Gyuli, aki itt is van valahol, és a Lenkó Laci voltak. CD-ket raktak be, két CD lejátszó volt, ezeket cserélgették. Akkor még egy kívánságműsor volt, azt én vezettem teljesen véletlenül. Szombatonként volt, egy óra volt, hogy mikor, itt a 6-7-ig, és hát ugye akkor betelefonált a hallgató, és élő adás volt, és akkor kellett húzni, csavarni a szót, hogy minél tovább beszélgessünk, még a technikus lekapta a CD-t és be tudta rakni, tehát nem úgy volt, mint most, hogy benyomja a gombot, és akkor a számítógép adja. Hát ennyit fejlődött, sokat. Nagyon sokat változott egyébként, nyilván ezt te is jól tudom. Minden tekintetben, nem csak technikailag, műsorszerkezetben, szerintem lendületében is, szerkesztésében is nagyon sokat. Hát ugye gyerekcipőbe jártunk 96-ban, amikor elkezdtünk. Most azért ugye ott még épp a te közreműködésél ugye fölállt ez a szombati rendszer, ez a megyei magazin, meg ami ugye 10 óráig tart, meg felálltak azok a műsorblokkok hétköznap is reggelente, amikor itt a megyei óra van. Aztán délutánonként ugye a rendszeres kívánságműsorok, meg a két műsorblokk déltől, illetve 11-től 3-ig, 3-tól 6-ig, mondom, teljesen más volt. De hát ez így van mindenütt szerintem az élet minden területén, hogy elkezdjük, és akkor, ahogy telnek múlnak az évek, a gyakorlat megteszi a mestert, és mindig jobb és jobb lesz. Az első hírolvasó Földi Montika volt, akit hamarosan követett Novák Eszter is. Azon gondolkoztam, amikor ide készültem délután, hogy nem gondoltam volna 19 évvel ezelőtt, hogy a 20. szülinapon itt fogok ünnepelni. Ugyanis úgy indult az egész történet, nagyon bulis volt, hogy az első szülinapi bulitokon, mert akkor még nem tartoztam a rádióhoz, hallottam egy felkérést, vagy felhívást, hogy hírolvasókat keresnek. És unatkoztam otthon, gondoltam, hogy megpróbálom. Annak előtte, amikor a szülinap volt, tényleg hírolvasókat kerestetek, meg műsorvezetőket, de azon a napon buliból tettétek mindezt, szerettetek volna becsalogatni egy-két embert, aztán jót mosolyogni, vagy mosolyogtatni a hallgató közönséget, ahogy megszólal, megnyilvánul, vagy amit művel a mikrofonba. Én ezt nem tudtam. Én a komoly felhívásra reagáltam, kocsiba ültem, bementem, és ott így betoltak a stúdióba, mondták, hogy ha a piros lámpa fölgyullad, akkor onnantól kezdve éles a dolog, és ami előttem van szöveg, azt kell felolvasni. Teljesen halálkomolyan leültem, felolvastam a szöveget, addigra mindenki így szépen összegyűlt a süket üvege előtt, és onnan figyeltek. Nagyon izgultam, hogy mi lesz ennek a vége, és amikor kimentem, akkor Flóri jött oda hozzám, hogy gratulál, adna egy névjegykártyát, hogyha tényleg komolyan gondolom, akkor jöhetek. De ez bulinak indult, úgy tűnik, hogy más vége lett. Úgyhogy így kerültem a rádióhoz, és lehúztam 15 évet. Egy olyan születésnapi parti, ahol az ünnepet fog ma este nagyon-nagyon sok ajándékot átadni. Na hát várom még azokat, akik úgy gondolják, hogy van lehetőségük egy kicsi kis fókuszos pólóhoz jutni.
A kezdőcsapatból néhány műsorvezető élete azóta igen nagyot fordult. Szabó Sándor jelenleg a Nógrád megyei kormányhivatalt vezeti, de mindig nosztalgiával gondol a mikrofon mellett töltött időkre. Én megmondom őszintén, mindig ilyen kis kívülálló amatőrnek tűntem ebbe a profi csapatba, mint amilyen te is voltál, meg az egész társaság, de nagyon jó volt ez. Pláne az ősidőkben, hát emlékezz vissza, akkor még alig volt ilyen rádió, tehát akkor még egy abszolút újdonság volt, hogy ilyen helyi közösségbe te beleordíthatsz a levegőbe, és hallják, mit tudom én, Rimaszombattól Pásztóig, vagy a Börzsönyék, hát óriási dolog volt, és hogy mennyire súlya volt a szavaknak. Hát. Ma is. Ma is, igen, én meg azt... Persze, kapok is érte most is, akkor is kaptam, de ez a szép az életben. És köszönöm szépen, akik annak idején ezt lehetővé tették, de feszegettük a határokat. Hát most megmondom őszintén, amiket én néha beszélgettem, meg beszéltem ott esténként, az most már karikarélkül megy mindenhol a tévében, de ez annak idején fontos volt, hogy egy olyan húsvér ember mondja ezt, akit ismernek az utcáról, tehát aki közöttük él, és ott mondja, hát akkor legyünk már mi is egy kicsit lazábbak, emberközelibbek, arról beszéljünk, amiről egyébként is beszélnünk kellene, és erre jó volt a fókusz annak idején, meggondolom most is. Leila, te változatlanul maradtál a hétvégés beosztott a rádiónál, és már másfél évtizede jársz vissza, pedig az életed már Budapesthez közlek leginkább, és úgy tűnik, hogy változatlanul kitartasz a rádió mellett. Igen, én egy ilyen hűséges típus vagyok, azt kell mondjam. Hétfőtől péntekig egészen más csinálok, ott én hallgatom az embereket, ugyanis szociális munkás vagyok. Aztán utána egy kicsit az exhibicionista énem azért elirányított engem az impro színház, meg a szalszázás irányába, és aztán utána pedig hazahúz a szívem, hiszen ugye a család is itt van, a barátok is itt vannak, meg hát a Fókusz Rádió is itt van. Úgyhogy ez szerintem, amíg a Fókusz Rádió él és mozog, és amíg rám valamilyen szinten szükség van, akkor azt gondolom, hogy én próbálok jönni, és nagyon remélem, hogy ez nem csak az én örömömre szolgál, hanem a hallgatók örömére is, mert igyekszem. A rendezvényre hazalátogatott az egykori csapattag Sándor Andris is, aki hasonlóan Nagy Leilához már nem él Salgótarjánban, de média területen dolgozik jelenleg is, a kötődések számára is fontosak, gyakran fogad el itthoni felkéréseket. Szóval nagyon fontosak a gyökerek, ezt az összes munkámban láttatni engedem, és az, hogy én itt szólaltam meg 14 éves koromban először, mint állandó vendég, az akkori egyik műsorvezető Vaskor István állandó vendége voltam, és onnan nőttem ki magam folyamatos műsorok szerkesztőjévé, műsorvezetőjévé, olyan szinten, hogy amikor már Pesten éltem, akkor éveken keresztül még visszaküldtem napi szinten a műsort, első kézből címmel, Magyar Óra címmel, én éveken át gyártottam úgy a műsorokat, hogy effektíve már nem laktam a városban. Aztán persze annyi minden történt, annyi munkám lett, hogy ez elmarad, de a mai napig, amikor tudok, segítek a rádiónak, és ez ma is így volt itt a sportcsarnokban, Tabán Istvántól kezdve Fredin át, ezeket a fellépőket én hoztam a rádió közönségének. Boldog szülinapot, rádióhoz, boldog szülinapot.